Konfliktus volt. Tehát az, hogy Oroszország bejelenti, hogy ő nem fogadja, hogy más országok azt csinálnak, amit akarnak, az a konfliktus van. Azt nem a nyugat generálja, az van. Tőle függetlenül. Az a kérdés, hogy reagál rá. Na most lehet úgy reagálni, hogy így nyusziként behúzzuk, behúzzuk fülünket, farkunkat, és azt mondjuk, hogy hát ti ott a környéketeken csináltok, amit akartok, de akkor holnap máshol fognak jönni ugyanezekkel az érvekkel. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk. Tiszteltek, köszöntöm Önöket, ez a Mandiner világrend című műsora. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. És folytatjuk az ukrajnai háború tematikáját most egy olyan szempontból ezen a héten, ebben az adásban, hogy horromlott a NATO ról viszony. Így tudnám összefoglalni a mai adásnak a, a, témáját, hiszen az elmúlt adásokban, amikor a háborúról beszéltünk, többször felvetődött az, hogy ki között, milyen felek között zajlik ez a háború, vannak különböző narratívek, és aztán még nem boncolgattuk, hogy NATO-nak, illetve Oroszországnak ebben a viszonyrendszerben milyen felelőssége van a háború kirobbanásában. Aki pedig ebben segítségemre lesz, az Marton Péter, egyetemi docens a Kormusz Egyetemről, aki külpolitikai szakértő, és akit régóta ismerjük egymást, így tegeződünk. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket is együtt. És hát akkor hogy kérdezzem, az orosz és a NATO szempontjába fogjuk végig az adáson belül különböző vetületeit ennek a konfliktusnak megbeszélni, de talán a nagy képről először, hogy ebben a háborúban, ami egy éve zajlik, a NATO-nak milyen felelőssége van? Gerjesztette a NATO ezt a feszültséget, hogy végül háború lett belőle? húz húzódnak a NATO felelősségi határai? Tehát a NATO, mint szervezet, a tagországainak az összessége. Ilyen értelemben a mondat alanyaként nem mindig funkcionál tökéletesen, mert ezeknek az országoknak természetesen vannak saját politikái adott esetben, azokat érdemesebb megnézni. Egyébként Ugye a fő kérdése a beszélgetésünknek az, hogy hol romlott el a NATO-orosz viszony, hogyha ezt például a NATO-nak a stratégiai dokumentumaiban keresjük, akkor 2022-ig nem romlott el egyértelműen. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy volt például a 2010-es stratégiai koncepció, ott az Oroszországgal való együttműködés fontossága kapott hangsúlyt. Aztán volt 2020 körül egy ilyen szakértői jelentés, amelyik azért készült, hogy gyakorlatilag előkészítse az új stratégiai koncepciót, és ahhoz adott egy inputot többek között, ugye európai részről. És ebben egy olyan megfogalmazás szerepel, hogy a NATO nem gondolja, hogy Oroszországnak a NATO-t fenyegetésként kellene látnia, és a NATO nem gondolja Oroszországot fenyegetőnek magára nézve, de mindkét fél el előfordulhat, hogy nem tökéletesen bízik meg a másik kijelentéseiben. Tehát ez utal problémára értelemszerűen, hogyha mondjuk <laughs> lokalizálni akarjuk, hogy melyik évben milyen dokumentumban jelenik meg, például már határozottabb utalás valamire, akkor mondjuk ez ott megtalálható. De hát az új stratégiai koncepció azért az a határozott váltás ezen a téren, ahol Oroszország a leghatározottabban fenyegetésként van már megnevezve. Ez melyik év volt? 2022, tehát ez a, de a de háború miatt... még Igen, tehát ez a háború előzményeként. És nyilván krím is volt, egy, egy krímia annektálás is egy fordulópont volt. Igen, de ez Erre, az érdekes, e, hogy igen. Ez, ez ebben nem hozott abszolút döntő változást. Igazából a szakértői jelentés, mondom, európai hangokkal a hátterében, az azt mondta, hogy azért továbbra is milyen jó lenne együttműködni. Tehát volt egy agresszió, sor került egy a nemzetközi elismert határai között létező ország területéből egy darabnak az elvételére, katonai erő felhasználásával itt Európában, amennyiben ezt hozzátenni számít, hát bizonyos értelemben számít, hogy még akár itt is megtörténhet ugye ilyen, de erre nem jött olyan határozott reakció, mint azt mondjuk gondolná az ember. Tehát ugye létrejött a megállapodás a németek részéről a Nord Stream 2 gázvezeték ügyében, szóval azért a, a Minsk ki megállapodások, a második Minsk megállapodás után sokan itt úgy tekintették, hogy hát igen volt egy kis csetepaté, de hát majd most már lenyugszanak az indulatok, és akkor kereskedhetünk, bizniszelhetünk tovább, és alapvetően mindenki érteni fogja, hogyha van is némi kis bizalmi probléma, az együttkereskedés, a kölcsönös gazdasági előnyök keresése, az csak is javíthat ezen a helyzeten, és hosszú távon minden rendben lesz. Mm -hmm. Tehát volt egy nagyon optimista gondolkodás ebből a szempontból. Igen. E időben még visszafogunk, fogunk, ilyen mély fúrásokat végzünk majd egészen visszatérve talán a Szovjetunió felbomlásaig, de még előzőleg azt tisztázzuk, hogy a most a háborúban a putyini narratíva az arról szól, hogy ez orosz részre egy megelőző védekező háború, ez több Putyin beszédbe elhangzott, ami Azért volt szükséges, mert a NATO, és annak vezető ereje leginkább az Egyesült Államok, kelet fele próbálta a befolyási vezetét tolni az oroszok rovására, és hát Putyin és Lavrov is többször arról beszélt, hogy mintha a NATO, vagy az Egyesült Államok a fegyverszállításokkal meg akarta volna támadni Oroszországot. Ez a narratíva, mely pontjai igazak, és mely pontjai hamisak. Hogyha 2014 utáni időszakot nézzük, és úgy érzékelem, hogy a kérdés most itt elsősorban erre vonatkozik, akkor Ukrajna kapott valamennyi támogatást, katonai értelemben, főleg azon a téren, hogy voltak közös gyakorlatok volt kiképzésben segítség az ukrán haderőnek, ami egyébként amellett, hogy az ukránoknak nagyon erős saját motivációja volt ezen a téren, de tényleg segített egy, egy jóval hatékonyabban működő szervezetet létrehozni az ukrán haderőből, és ez nagyon sokat számít a jelenlegi háborúban. De hogyha fegyverekről beszélünk, mert oroszországi teljesen ilyesmire gondol, akkor azért nagyon gyenge a ténybeli alapja ennek a megközelítésnek. Tehát Ukrajna kapott például az Obama adminisztráció idején úgynevezett nem halálos katonai segítségcsomagot, de ebben ilyenek voltak, hogy rádiók, tüzérségi radarok, hogy az ellenfél honnét lő, azt lehessen látni. Persze ez azt is szolgálja, hogy vissza lehessen lőni, de elsődlegesen ez egy védelmi funkciót szolgál. Tehát lássam, hogy honnét támadnak. Ilyen hanvi páncélozott járművek, katona orvosi eszközök, ilyen, ilyesmik lettek küldve Ukrajnába. 16-ban aztán érkeztek a váróvethető... Akkor még nem. Akkor még. Ez nem. a trump volt a része? A... De bejön a Trump-adminisztráció, és hát van egy átfutása ennek a dolognak, míg megjelennek ezek az eszközök. De ezek is ilyen megkötésekkel érkeztek Ukrajnába, hogy nehogy véletlenül orosz kezekbe kerülhessenek ezek az eszközök, azt fontosnak tartották az amerikai döntéshozók, és amellett azt, hogy az oroszok ne érzékeljék, hogy ezáltal valami fajta közvetlen kihívással néznek szembe mondjuk amerikai részről, ezért elő volt írva az ukránoknak, hogy az ország nyugati részébe, Jávorékba kell tartani raktáron ezeket az eszközöket, nem lehet odavinni a front közelébe a Dombázban, hogy ne legyen félreértés ezzel kapcsolatban. És hogyha végig gondoljuk ezt a két politikát együtt, tehát hogy az Obama adminisztrációi úgymond nem halálos segítséget adott, nehogy mondjuk közvetlen amerikai eszközök miatt haljanak ott, meg orosz katonák például Kelet-Ukrajnában, vagy hogy a harckocsi elhárító rakétákkal kapcsolatban ugyanez volt a megközelítés, hogy nehogy valamilyen közvetlen konfrontáció elemei képezhessék. Hát tulajdonképpen ez olyan orosz katonáknak az életét tartott a tiszteletben, akik Moszkva szerint nem voltak ott. Ami azért egy elég érdekes ellenmondása, egy belegondolunk. Úgyhogy hát Moszka kicsit eltúloz ezt a dolgot. Mielőtt 2021 végéhez értünk volna, hát gyakorlatilag volt ott néhány száz ilyen Javelin harckocsi elhárító rakéta Ukrajnában. Tényleg ez volt körülbelül a leglátványosabb eleme a katonai segítségnyújtásnak, ami fegyvereket illet. Hát ezzel nem lehetett volna önmagában megállítani azt az inváziót, ami 2022. februárjában indul. Ukrán fegyverek nagyon fontos szerepet játszottak benne. Még a szovjet érából származó eszközök is tüzérség, például a Kiev környékén az ukránoknak a saját technikája, tehát például a Stugna harckocsi elhárító rakéták kiválóan működtek. Szóval, ha valaki úgy véli, hogy itt 2022. februárjában, amikor megindult ez a háború, akkor Moszkva már valami fajta nyugati arzenállal kellett, hogy teljes frontális módon találkozzon, akkor azért ez túlzás. Mm. Még mielőtt tényleg a részletekbe belemennénk, de Azért tényleg volt egy bővítés, ugye volt egy felelőtlen, megtűnő ígéret uh, Grúzia és Ukrajna NATO felvételére, ami nyilvánvalóan egy egy mm -hmm. szovjet és egy, egy, 2008 orosz. 2008-ban. Így van, a bukaresti csúcson. Tehát itt volt egy olyan, amire a Müncheni beszédében már utalt Putyin, hogy ez a Rubikon, de mégis a NATO meglépte. Tehát itt volt, 2004-ben volt azt hiszem az utolsó valós bővítés, de utána volt egy ígéret, ami már mélyen behatol az orosz érdekterületbe, és ez az érvük, hogy ugye keletre bővít a NATO. A másik meg a rakét, rakétavédelmi rendszer telepítés és egyéb dolgok, ami 14 után az amerikai fegyverek megjelenése. A kérdésem is, mielőtt belemennénk a részletekbe, tehát az is rövid választ: hogy, hogy érezhette Oroszország a NATO részéről, hogy a biztonságát fenyegeti? Az én értékelésemben nem. De ugye a biztonság az, az nem egy ennyire objektív dolog. Tehát most. Meghitelezve azt, hogy lehet az orosz döntés azok fejben olyasmi, amit én kívülről nem láthatok. Elképzelhető, hogy ők fenyegetőnek éreztek valamit, de szóval nem fedetlen ezek körül a kérdések körül keresném, hogy mi lehetett az. Nem még Tehát, csak ezekre is reagálnék mindenképpen, hogy azt az fontos érteni, hogy miért nem ezekre gondolok. Tehát, hogy 2008-ban elhangzik valami fajta ígéret, hogy majd egyszer csatlakozhat Ukrajna meg Grúzia, ez szimbolikusan tényleg nagyon jelentős. De szóval ez egy ígéret volt. Az ígéret az, az olyan, hogy az egy olyan ígéret, ami úgy volt megfogalmazva, hogy majd egyszer valamikor. Szóval ez, ez lehetett volna 2058 is. És hát ráadásul közben jön a, a grúz háború augusztusban, 2008-ban, és utána már teljesen nyilvánvaló volt, hogy senki nem gondolja úgy, hogy ez holnap lesz hogy Ukrajna meg Grúzia csatlakozik. Tehát, tehát legkésőbb azután a háború után ezek az orosz aggodalmak vége lehetett, mert maguk gondoskodtak róla részben, hogy ez, ez a perspektíva, ez ott elhajjon. ami pedig a rakétavédelmi rendszert illeti, hát ez meg egy ilyen szeptember 11-e környékéhez kapcsolódó ilyen hagyaték probléma, hogy Ö, ugye a 2001. szeptember 17-i helyzetben az volt a, a, a NATO-nak az elemzése a helyzettel kapcsolatban, meg az amerikai értékelése a helyzetnek, hogy szükség van ilyen rendszerekre bizonyos országok kisebb hatalmak részéről jelentkező ballisztikus rakéta fenyegetéssel szemben. Azt hiszem, hogy ha, ha, ma körülnézünk a világban, és látjuk, hogy mennyi helyen használnak ilyen eszközöket, és mennyi helyen visznek véghez ezek az eszközök rombolást, akkor látjuk, hogy ennek van egy jelentősége bizony, hogy tudjuk védeni a, a városainkat ilyen rendszerek révén. Na de ezek a rendszerek arra, hogy az orosz nukleáris, stratégiai nukleáris csapásmérő képességet semlegesítsék, hát a bolha meg az elefánt viszonyáról beszélünk. Szóval ezzel kapcsolatban nem, nem volt igazán objektív alapja az oroszok kifogásainak. Igen, ezek a cáfolatok, és említetted, hogy máshol kell keresni az okokat, akkor ezt még azért zárjuk le, hogy hol. Igen, hát én szerintem először az oroszok fejében, tehát ö, ott kezdődik nagyon sok minden. Igen, a birodalmi ambíciókra gondolsz, vagy vagy, Abszolút, vagy a, a poszt-szovjet térség feletti befolyás visszaerősítésére, vagy miközben? Igen, igen, tehát ö, valahol ott kezdeném tisztázni ezt a nagy-nagy történetet, ahol persze abszolút találhatunk kifogásolni valót esetenként NATO országok politikájában, az Egyesült Államok politikájában, tehát visszafejtjük a dolgokat itt a 90-es évek elejéig, rengeteg mindennel lehetne foglalkozni, de de szóval, hogy Oroszország nem a NATO-tól fél, tehát ezt azért nem árt tisztázni. Azt tudja, hogy a NATO-val nagyon nem lenne jó össze a bajszát. Senkinek nem lenne jó, de például egy konvencionális összecsapásban is nagyon rosszul járna Oroszország Um... most ha nyilván, hogyha stratégiai, nukleáris dimenzióba helyezzük az egészet, akkor az meg, az meg, a senkinek nem jó esete. De, de Oroszország nem, nem ettől tart igazán, hogy mit mondjam, Portugália el akarja venni Novosibirsket Oroszországtól, mert nagy Portugália részének tekinti, vagy akár Norvégia mondjuk valami ilyesmire készülne. Tehát ettől nem tart. A, hogy mennyire nem tart, azt most a háború kapcsán nagyon jól látjuk, hogy mennyi erőt kivontak olyan területekről, a, ahol ezzel jelentős sebezhetőség jön létre, ami hogyha ők tényleg akut módon rettegnének attól, hogy a NATO valamire készülhet ellenük, akkor ezek a sebezhetőségek ezek nem megengedhetők. Tehát Kaliningrádi enklávé, Kólafélsziget, Szentpétervár környéke, minden honnét vontak ki erőket. Ha a NATO-tól tartanának, akkor ezeket miért dobják át Ukrajnába? Ezek jó érvek, de akkor mitől tart a Kreml? Igen, tehát a NATO abban jelent egy akadályt az oroszok számára, hogy például a közel külföldjüknek tekintett, ugye hogy te is használtad a kifejezés befolyási jövezetüknek tekintett régióban, mit tudnak megtenni? Ebben a NATO korlátot képes számukra. Még akkor is, hogyha ha NATO egyébként nagyon határozottan a maga napi rendjét tekint, a saját kollektív biztonságára koncentrál, de hát mondjuk Ukrajna esete mutatja, hogy azért értékalapon történt egy elköteleződés, meg az alapvető nemzetközi jogi alapelvek miatti kiállás kapcsán, tehát ugye az annexió nem volt egy elfogadható dolog, nemzetközi jogi értelemben az soha nem lesz elfogadható, ezért történt egy kiállás Ukrajna mellett, és valamiféle segítségnyújtása. És akkor ennek kapcsán nyilván az orosz Soknak meg kalkulálni kellett azzal, még emellett a nagyon szerény segítség mellett is, amit az Obama meg a Trump adminisztráció kapcsán említettünk, hogy hogyha ők eszkalálnak, akkor a másik oldalon is lesz arra valami fajta lépés. Tehát nem gondolkodhattak szabadon arról, hogy a teljes hatalmi eszköztárukat hogyan érvényesíthetik az érdekeik biztosítására Kievben, Ukrajnában, hanem figyelembe kellett venniük, hogy milyen ellenhatások jelentkeznek ezzel kapcsolatban. Ez már kellemetlen Moszkva számára. Szóval ez minden bizony a probléma volt nekik. És hát persze az, hogy, hogy ha a NATO bővül, tehát ez nagyon fontos szerintem megkülönböztetni hogy tehát nem terjeszkedik, hanem bővül, mert van, aki csatlakozni akar ez a szervezethez, és a NATO országok meg beleegyeznek ebbe, akkor persze, ilyen mert az orosz lehetőségek tovább korlátozódnak. Még több mindent kellett figyelembe venniük, amit addig nem kellett volna figyelembe venniük. Kevésbé szabadon érvényesíthetik a hatalmi eszköztárukat. Tehát ez, ez, ez a fő probléma Oroszország uh -huh. szempontjából. Nagyon fontos pontokat említett, és akkor ezeket boncolgatnánk tovább. És akkor a, talán kezdjük onnan, hogy ugye 91, a Szovjetunió felbomlás, és egyből létrejön a NATO és a Oroszországnak nevezett konglomerátum között, és ez jól működik éveken keresztül. Van egy Budapest memorandum 94-ben, van egy NATO-Oroszország alapokmány 97-ben, ahol Oroszország vállalja, hogy a nukleáris arzenál átadásával például Ukrajna, illetve a nem atom fegyverekkel rendelkező Grúzia szuverenitását, szövetségi döntési rendszerét elfogadja. És Igen, annyit pontosíthatnék, hogy a budapesti memorandum az ugye Belarus, Kazaksztán és Ukrajna, van, világos... három külön megállapodás. Igen, a grúzi különbözött. Igen, Én... világos, csak azt akarom mondani, hogy a térségben volt egy, egy státuszkó, amit Oroszország aláírt szerződésekben. És mégis sőt, el... sőt ez nem is csak a posztsovjet térségre vonatkozott, hanem hát az alapokmány, a NATO-orosz alapokmány, az ugye elismerte minden államnak a szuverén jogát arra, hogy meghatározza, milyen szövetségi rendszer része kíván lenni például. Igen, ez, ez most a, a mi beszélgetésünkben ez, ez a poszthovia térségre érdekes, Igen. erről, erről szűkítanék le. Abszolút. És hát az a kérdésem igazából, hogy ezt a valószínűleg jó kidolgozott és átgondolt kooperációt, erőegyensúlyt mi borította föl szerinted a 90-es évek végén, 2000-es évek elején? Igen, hát orosz részről tényleg van egyfajta ilyen, ilyen sérelemkészlet, amit most így visszaolvashatunk így a múltból. Szóval mondjuk, ha kiemelek egy pár dolgot, nagyon sok mindennel lehetne foglalkozni, most a játékidőre tekintettel, Koszovó, Irak, Grúzia. Mondjuk hmm. nézzük ezt a hármast. Tehát itt a koszovói válságra gondolok, a 2003-as iraki invázióra és rezsimváltásra, és 2008 esetében meg az augusztusi háborúra. Szóval Koszovó kapcsán ugye most, ha most elvonatkoztatok attól, hogy mit gondoltak konkrétan a NATO-s döntéshozók, mit gondoltak konkrétan az orosz döntéshozók, mondjuk ha, ha, valaki kívülről ilyen morális értelemben firtatja a történteket, akkor ez körülbelül azt a kérdést feszeget, hogy teljesen indokolt volt-e a beavatkozás. Mert szerintem, aki a tényekből indul ki, az látja, hogy az nyilván nem volt egy tartható helyzet, ahogy a koszói albán egyébként többség kezelve volt egy szerb kisebbség által annak a, az egykori szerb tartománynak, a, vagy jugoszláv tartomány ennek a területén belül, de de hát kérdés, hogy ez volt a megfelelő megoldás? A Rambouillet konferencia az egészen jó szándékú eljárás példáját jelenti, e nemzetközi diplomáciát tekintve tényleg jól mentek-e végbe a dolgok, teljesen indokolhatóan mentek-e végbe a dolgok. Akkor 2003-ban az iraki ügyben ugye ott megint csak lehetne egy ilyen külső szemlélő szerepébe helyezkedni, és akkor azt lehet körülbelül morális értelemben firtatni, hogy jó, jó, hát tényleg nem volt ENSZ biztonsági tanácsi hozzájárulása ez az akcióhoz. Az amerikai érvek azzal kapcsolatban, hogy ezt igenis megalapozták korábbi BT döntések, az így, ennyire nem voltak elfogadhatók, és, és, akkor segíthet esetleg a dolog megítélésében az, hogy azért Saddam Hussein mégis a világ egyik legborzalmasabb rendszerét működtette, meg volt neki egy elég csúnya múltja, ugye nemzetközi konfliktusokat tekintve, irak irakiráni háború, háború, hogy, hogy, ez, ez elfogadhatóvá teheti-e esetleg ezt a beavatkozást annak ellenére, hogy bizonyos szabályok figyelmen kívül hagyásával történt. Most, ha erre valaki moszkvai szemszögből néz, akkor nem, nem a moralizálás érdekli. Tehát Moszkva nem, nem moralizálásban gondolkodik elsődlegesen, hanem az zavarja, hogy a, a, biztonsági tanácsi kvázi vétójoga az meg volt kerülve ezekben az ügyekben. Tehát ez nekik egy fenyegetettség érzetet generálhatott, mert euh, ugye úgy voltak vele, hogy ez az egyik fontos eszköz, ami a kezükben maradt. Megérzem, hogy azért ezt érdemes kritikusan szemlélni. Tehát most, amikor az ő álláspontjukat ezzel úgymond bemutatom, akkor azért látni kell ezt egy másik szögből is, hogy tehát például amikor a 90-es években az államutódlás kérdése felmerült, akkor Szerbia nem lett Jugoszlávia örököse, tehát Szerbia és Montenegro ugye Jugoszlávia örököse. A Szovjetuniónak viszont örököse lehetett Oroszország. De azért, hát ez egyáltalán nem olyan biztos, hogy ennek így kellett volna lennie. Szóval volt, aki érvelt ennek ellenében annak idején, de volt egy bizonyos nyugati megegyezés is arra, hogy jobb lesz ez így a stabilitás érdekében. Ugye ennek a sztorinak a része volt valahol az is, hogy a budapesti memorandumban a volt szovjet nukleáris arzenát orosz területre terelték át mindenkinek a bevonásával, garanciák adásával. Tehát az oroszok kicsit ajándékba kapták ezt, de ha már egyszer megkapták, akkor viszont nagyon féltették, hogy a biztos biztonsági tanácsi tagságukból eredő ilyen extra beleszólási lehetőségük a világ ügyeibe, az legyen maximálisan tiszteletben tartva, és hát persze, hogy őket korlátozó tényezőként élték meg, amikor ki lett nyilvánítva, hogy azért ez minden esetben nem lesz így elfogadva. Még a harmadik tényező kimaradt Grúzia, amit említettem. Igen. A, hát a 2008-as háború az egy nagyon sajátos helyzet. Most uh, ez egy külön podcastet érdemelne valószínűleg, hogy ez hogy indult be, uh, ki kezdte, uh, és uh, hát... Vissza kellene menni, először is például a, a szovjet időkig akár, hogy hogy jön létre egy ilyen uh, autonóm megye uh, Grúz uh, SSK-n belül, uh, hogy uh, gyakorlatilag ez hogyan vezetett már akkor uh, etnikai Grúz érdeksérelmekhez, uh, hogy a dél-oszét uh, elit ebben a volt szovjet rendszerben már gondolkodott arra, ha eljön a Szovjetunió vége, akkor mi lesz, akkor azért ők nem biztos, hogy annyira Grúziához akarnak majd tartozni, nagyobb mértékű autonómiát mindenképpen szeretnének, Hát kicsit kódolva volt a konfliktus lehetősége, és akkor gyakorlatilag ez teremtett az orosz beavatkozása lehetőséget, ami egyfelől egyfajta felelősséggyakorlása is volt. Nyilván a saját közel külföldjük iránt ők törték össze, akkor ők javítják meg alapon. Másrészt meg hát azért a birodalomnak az érdekérvényesítésre is lehetőség volt, hogy ezzel a de facto államisággal, ami ott dél létrejön, ezzel meg tudták fogni Grúziát a maguk érdekkörzetében. És van még egy szempont, bocsás. amit Rácz András, bocsás, meg Rácz mondott ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot, hogy amikor belengetik Bukarestben azt, hogy te uh -huh. azt mondod, hogy egy ígéred, az oroszok már az ígéretet már tényként vették véletlen, akkor ők öt nap alatt elintézik, hogy Grúziának a NATO tagsága még ígéret szerint sem erőjön föl. Beavatkoznak, és katonailag annak ellenére, hogy vállalják mondjuk a NATO Oroszország alapokmányba, hogy tisztelik az államok szuverenitását, és a milyen szövetségi akar tartozni. Őket abba a pillanatban, hogy az orosz érdek befolyási valaki el, ezzel élne, ezzel a jogával, a katonáják beavatkoznak, és a nyugati integrációt én mozdulata elvágják, és ez történt gyakorlatilag Ukrajnával az elmúlt 10 évben, 14 óta. Erre reflektálja Hát, hogy próbáltak esetleg valami ilyesmit elérni, csak ott már nem jött össze. Uh -huh. De, De a Grúziában sikerült. Igen, csak ez Báurikkal hát, akkor. Ideig, óráig ez, ez megoldást szült számukra, ezt valóban mondhatjuk. Tehát mindenki érzékelte, hogy új helyzet van, volt a bukaresti csúcs, igen, az ígéret, hogy akár egyszer NATO-tagság. Koszovó közben deklarálta az önálló államiságát, és ezt elkezdték ugye sokan elismerni, és ez ugye a déloszét helyzet szempontjából egy közvetlen analógiaként is hatott, hogy ott abból mi lehet potenciálisan. Úgyhogy a grúzok is aggódtak, az oroszok is aggódtak, és tulajdonképpen valaki elkezdte volna előbb-utóbb, de a grúzok léptek. A saját területükön ez persze azért nemzetközi jog értelme bír jelentőséggel. Ö, Oroszország pedig hát nem fedetlen egy béke fenntartói szereppel konzisztensen, hogy finoman fogalmazzak, meg lerendezte a dolgot. Nagyon hatékonyan akkor abban ja, a háborúban. A kérdés az az, hogy, hogyha Oroszország aláír szerződéseket, ugye Ukrajna és két másik állam tekintetében mondjuk a Budapest memorandumot, aztán 97-ben akár Grúziára vonatkozólag az alapokmányt, akkor miért gondolta úgy 2000 és 2014-ben, meg 22 ben hogy ezek már nem érvényesek, és a státuszkód föl lehet rúgni. Esetleg azért, mert, és akkor mondok egy másik sérem, oros sérelmet, mert például ők úgy értelmezhetik, hogy a NATO, illetve az Egyesült Államok rúgta fel ezt a szerződést, például az, hogy kelet fele bővített. Az, 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 nem lehet ellentétes a NATO orosz alapokmányjal. Tehát azért ez, ez, szerintem egy, mindenképpen egy nagyon problémás megközítés, amikor ezt próbálják így értelmezni. Az, hogy... Mert nem volt ilyen ígéret? Mert lehet, hogy az alapokmányban az nincs benne. Igen, de például nagyon az, régi, ez ezt a... mert például Hans Dietrich Genscher, nem is tudom, talán ő még nyugat-német külügyminiszterként, igen, jól mondom, mert ez a német egyesítés előtt mondhatta, vagy mondta, oroszok szerint mondta, hogy keletfele nem lesz NATO bővítés. És az ez oroszok ezt évről évre, időről időre felhozzák, hogy a, a NATO-s értette meg ezt az egyességet először. Én nagyon érdekes, hogy Gorbácsov, akinek a, levileg az ígéretet kapnia kellett volna, ha történt volna ilyen, azt mondja, hogy ilyen ígéret nem volt. De, de mondjuk nézzük meg egy olyan szemszögből, hogy tényleg, hogy egy abszurditásig redukáljuk ezt a kérdést, hogy tegyük fel, hogy Genser mondott volna valamilyet, vagy mondjuk Douglas Hurt vagy James Baker. És mert ezek mindegyiktől szoktak idézni az oroszok dolgokat, amik úgy, úgy tűnik, mintha valami ilyesmik lettek volna. Tehát akkor most itt, vagy tíz évvel vissza, mert mondjuk 2014-ben Magyarországon ezekre úgy kellene visszatekintenünk, hogy hát kik voltak ezek a gazemberek, akik például a magyar jövőt áruba bocsátották, és elvitatták volna tőlünk a lehetőséget, hogy meghatározzuk, hogy mi mit akarunk. Tehát hogy képzelték volna, hogy nekik joguk van ehhez? És akkor itt kell észrevenni, hogy ezek a tárgyalások, ezek nem hogy úgy történtek, hogy volt Nyugat-Németország, de Szovjetuniónak hívták a Másik oldalt. Tehát nem Oroszországnak. És ez már milyen jó, hogy az imént vázoltuk, akkor ez mindenki számára világos, hogy Szovjetunió egyenlő Oroszország, ez azért egy nagyon problémás dolog, ha, ha jobban megnézzük. Tehát, hogy is ki hallott és mit, és milyen kontextusban. Ez a német újraegyesítés kontextusában történt, hogy például olyan dolgokról szó volt, hogy NATO erők túl a, a német saját haderőn, ne menjenek mondjuk a keleti ország részbe. És ez abban a kontextusban számított, de ez, ez az a kontextus volt. Most már egy teljesen új helyzet van, nincs Szovjetunió, Oroszország csinált azóta sok mindent, a NATO is csinált azóta sok mindent. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy semmiféle kötelező erővel az, hogy valaki hogyan olvassa mondjuk a gensernek valamelyik megnyilatkozását 80-as évek végéről. Tehát ez, ez Jé, reálisan nem bír. Világos, ezek részben verbális ígéretek lehettek, ha voltak, de írásos nyoma nagyon kevés van. Viszont az írásos dolgokból, a, a, az államok által aláírt okmányokból induljunk ki. Tehát légy szíves, akkor mond, mondd ki, hogy, hogy, hogy mi a, a nemzetközi jogilag vagy az államközi bilaterális kapcsolatban a kötőerővel bíró jogi nyilatkozatok alapján a valóság. Ukrajnának és Grúziának ugyanolyan joga volt mondjuk, vagy lett volna mondjuk nyugati orientáció, vagy EU, vagy most esetünkben a NATO tagságról dönteni, mint mondjuk 99-ben Magyarországnak, vagy később évekkel a Balti államoknak, Lengyelországnak, Csehországnak, Romániának, Szlovákiának ugyanennyi joga lett volna? És megtette volna ugyanígy, csak egy háború lett belőle? Hát legelőször is a nemzetközi jog értelmében igen. A, a, a mindenkire érvényes nemzetközi jog értelmében igen, tehát abban érdekszférák intézményesítése az, az nem kompatibilis a, a teljes norma felépítménnyel, amiből a nemzetközi jog áll. De hát ezen kívül tényleg lehet idézni konkrét megállapodásokat, hogy a, a budapesti memorandum az például Ukrajna számára garantálta a területi integritást, ugye, hogyha ez garantálva van, akkor nem fenyegethetjük azzal, hogy ha ti ezt csináljátok, akkor a területetek egy része hozzánk jön, hát abból ez nem következhet. És, és, ott van a NATO-orosz alapokmány, ahol megint csak meg lett erősítve. Még explicit módon az a kérdés is, hogy az orientációját megválasztatja egy ország. Tehát ez, ez a hivatkozási alap, ez, ez nem adott az oroszok számára formális értelemben, és azért vegyük észre az iróniát abban, hogy egy ígéretre hivatkoznak olykor, ami szerintük megtörtént, valaki által valamikor valamilyen kontextusban, de ők mondjuk ilyen papíron rögzített nemzetközi megállapodásokat nem annyira kívánnak betartani, amikor úgy gondolják, hogy az nem az érdekük. Megbeszéljük most, hogy akkor miért érezte úgy Putyin, hogy ezt a státuszkód katonai eszközökkel felrúghatja. De előtte még egy dolgot azért tisztázzunk: hogyha a bukaresti felelőtlennek minősített, általunk meg mások által is felelőtlennek minősített ígéret elhangzása előtt. Putyin már a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián egy hidegháborús beszédet mondott sokak meglepetésére, és ott nagyon világossá tette, hol van a Rubikon. És ezt értenie kellett volna az amerikai vezetőknek elsősorban, és a NATO tagállamoknak másodszorban. A véleményed szerint miért nem figyeltek az orosz sérelmekre? Miért, miért nem tanúsítottak mérsékletet? És egy évvel később, Miért tették mégis ezt az ígéretet, amikor Putyin már jelezte, hogy... A státuszko és a kölcsönös tisztelet jegyében itt be kéne tartani az érdekszférákat, még akkor is, hogyha ezek nem írásban lefektetett dolgok. Ugye amire Putyin hivatkozik, az nem létezett. Tehát azt nehéz tiszteletben tartani, ami nincs. Tehát valaki azzal jön hozzám, hogy én megígértem neki valamit, és nézek rá, hogy miről beszél, akkor még nehéz lesz tiszteletben tartanom ezt a részét a kérésének. De beszéljünk az érdekek nyelvén. Tehát akkor nézzük úgy ezt, hogy ez itt érdekek összecsapása. Egyik akar valamit, a másik is akar dolgok illetve a másik az nem kész elfogadni valamit. Tehát például azt, hogy Oroszország azt mondja, hogy neki joga van más országoknak a jövőjét meghatározni maga körül, mert ő így érzi magát biztonságban. Most ezt egy amerikai döntéshozóként, ha, ha valaki meghallgatja ezt, miért fogadja ezt el? És a végén hol lesz még ellene fordítva ez azért más helyzetekben, hogyha itt el van fogadva? Hát ha, ha elrépítjük a világrendet, hogy a nagyobb hatalmak ezt megtehetik másokkal szemben, akkor ez más helyzetben is elő fog kerülni ez a fajta érvelés. Tehát itt először is a következetesség érdeke az nagyon fontos volt nyugati döntéshozók számára, hogy ezen a téren biztos, hogy nem lehet egy nyílt engedményt tenni. Egyébként azt vegyük észre, hogy a gyakorlatban persze tettek engedményeket, azzal, hogy a, a Minszki megállapodások azért valójában erősen figyelembe vették az orosz érdekeket, meg azzal, hogy az üzletelés is ment tovább, de ez azért volt egy hosszú táv von az új helyzet elfogadása irányába ható erővektor, vagy hogy mondjam. Tehát a, a, a nyílt következetesség egyében erre nem mondhattak olyat, hogy ezt mi tiszteletben tartjuk, mert ez nem volt alap, de a magatartásukban egyébként próbáltak valamifajta akkomodációt, elfogadást biztosítani az új helyzetnek. Ez érthető. Mégis hagyj kérdezzem azt, hogy szükségszerű volt, hogy egy ígéretet tegyenek. Miért nem tudták elfogadni, hogyha mondjuk informálisan a grúzok vagy az ukránok jelezték már akkor, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtti sztorikról beszélgetünk most, hogy hogy mi szeretnénk szabadulni az orosz medvének a nyomásából, és szeretnék integrálódni az európai rendszerekbe, katonai és politikai rendszerekbe, akkor mi nem lehetett ezt úgy lerendezni, hogy történelmileg ti az orosz érdekszférába tartoztok, mi ez nem akarunk konfliktust ebből. Ezért létszi ne jelentkezetek, mert mi a NATO alapokmány alapján nem fogunk egy egyhangú döntést hozni arra, hogy felveszünk, mert konfliktust generálunk. Úgyhogy maradjon egy jó kis neutrális gazdaság együttműködés, figyelünk rátok, kereskedünk veletek, Miért nem lehetett így elintézni? Miért kellett hát a macska? Ugyanaz a helyzet megfúzni? áll elő, amit az imént azzal kapcsolatban vázoltam, mondjuk magyar szemmel, mondjuk 2012-ben elgondolkodunk arról, hogyha lett volna olyan genser, stb. megnyilvánulás, amik azt mondja, hogy Magyarország megígérjük, soha nem dönthet úgy, hogy velünk jön. Hát akkor itt most föl lennénk háborodva, nem? Normális esetben. Igen, de itt de most itt ne, nem kell ígéret a... arról. Egyszerűen csak a realpolitikai helyzetekből kiindulva a nyugati vezetők lehettek volna egy kicsit előrelátóbbak, hogy nem szabad konfliktus generálni. abban maximálisan egyetértek, hogy előre kellett volna lenni, de az nem azt jelenti, hogy nem szabad konfliktus generálni. Konfliktus volt. Tehát az, hogy Oroszország bejelenti, hogy ő nem fogadja, hogy más országok azt csinálnak, amit akarnak, az a konfliktus van. Azt nem a nyugat generálja, az van. Tőle függetlenül. Az a kérdés, hogy reagál rá. Na most lehet úgy reagálni, hogy így nyusziként behozzuk, behúzzuk fülünket, farkunkat, és azt mondjuk, hogy hát ti ott a környéketeken csináltok, amit akartok, de akkor holnap máshol fognak jönni ugyanezekkel az érvekkel. 14-ben a krémben, akkor ez nyuszi magatartás volt a NATO-Amerika részéről? Hát Közvetlenül a, a, a krím egy, egy csomó szankció volt, igen, a világos állásfoglalás, és soha nem lesz elfogadva, mint uh, ugye befejezett tény, hogy Oroszország magához kaparintotta ezt a területet. Hát ilyen értelme nem. Tehát egy határozott kiállás volt. Azzal, hogy katonai segítségadás is egy minimális mértékben, de elindul Ukrajna felé, az a történt egy kötelezettségvállalás, hogy uh, igenis biztosítani fogjuk legalább azt, hogy Kív magától dönthesse, hogy hogyan orientálódik a jövőben. De ez több volt egyébként, mint amire Putyin számított 14-ben, hogy ez lesz a nyugat reakciója? Szerintem azért azt valamennyire ők is sejtették, hogy itt szankciós reagálás lesz legfeljebb. Arra nem számítottak, hogy ez kitart a következő évre, azután is, azután is, azután is. És még most is a jelenlegi háború közegében is látni olyan jeleket moszkvai részről, hogy kicsit reménykednek benne, hogy most még így van egy határozott állásoglás, de majd szét fog esni ennek a támogatottsága, és akkor. Egyébként még egy érvet hagyd mondjak, ami közben eszembe jutott, hogy és akkor mondjuk mi lenne, hogyha mondjuk Varsó adott volna olyan jelzéseket, vagy mondjuk a NATO kollektív adott volna olyan jelzéseket, hogy ha, ha belarus oroszország szorosabban a szövetségi rendszerébe vonja, azt nem, nem, nem tartjuk elfogadhatónak, mert milyen ez, hogy az orosz szövetségi rendszer közelebb jön a NATO határaihoz. És akkor háborút indíthatunk Belarus ellen? Nyugat-Belarus kikanyarintjuk Belarusból? Tehát ha, ha, ha elvekről beszélünk, akkor azoknak az a következménye, hogy amennyiben az egyik helyzetben érvényesek, azok a másik helyzetben is érvényesek lesznek. Blágos. Megfordítható adott esetben. Blágos. Akkor ö, folytassuk az a, az a kérdés maradt, az számít levegőben, egy fontos ügy, hogy 14-ben, maradjunk 14 mert most kettőt akartam egyszerre kérdezni, de akkor válaszukért, 14-ben miért érezhette Putyin azt, hogy egy ilyen drasztikus lépést a Krím-Anneptál és a Donbasszi konfliktusnak valamiféleképpen egy cezúra vetését meglépheti. A kettőt elválasztanám egymástól, mert nem, nem egy történet, azt látni kell. Uh -huh. De a Krímfélsziget az oroszoknak legelső szempont, a fekete-tengeri flotta jövője szempontjából volt például fontos. Ők azt úgy tekintették, volt például egy ilyen, hogy Budapest Security Forum, idejött gyakorlatilag egy követükként egy akadémikus beszélni az orosz perspektíváról a krimmel kapcsolatban. Világosan elmondták ezt. Pár évvel az anexia után volt, hogy őket az foglalkoztatta, hogyha a Fekete-tengeri Flotta ideális, tökéletes támaszpontja a Krimmel elvész, amelyben egy új ukrán vezetés onnét megpróbálja kitenni a Fekete-tengeri Flotta szűrét akkor ő nekik az erőkivetítési képességük sérül három régióban, ezt így fogalmazták meg, még a kaukázus szempontjából is számít, a Fekete-tengeri régió, a Balkán, sőt, hát ha tovább megyünk, akkor a földközi tenger térség, az már igazából több mint három régió. Tehát, hogy nekik az erőkivetítés képessége nagyon-nagyon realista módon megközelítve a kérdést, ez a politikai realizmus, ami az érdekeknek a korlátlan jelentőségéből indul ki tulajdonképpen így, így látták a Krimfélszigeti uh, történetet. A Dombász az egy nagyon sajátos történet. Azt Moszka sem úgy gondolta, hogy aztán lett. Tehát ott uh, van ez az Igor Girkin nevű figura, nagyon érdekes megnézni az ő történetét, ha ajánhatok uh, ilyen háttér uh, olvasáshoz a nézőknek munkát, például ott van Anna Arutunyán uh, orosz újságírónak a friss könyve a Dombászi konfliktusról. Nagyon érdekes uh, Szóval uh, számos uh, nyilatkozat és dokumentum mutatja már azt, hogy a, a Gírkint azt kicsit megpróbálták már leállítani, hogy hogy ne, ne aktivizálja ennyire magát ott Kelet-Ukrajnában, de ő ezt figyelmen kívül hagyta, és ettől lett egy ilyen saját uh, momentuma az eseményeknek, ami Moszkvát kész helyzet elé állította. Uh, volt egy nagyon határozott ilyen birodalmi jellegű orosz nacionalista mozgalom, uh, olyan fontos szereplőkkel, mint Konstantin Malofejev üzlet, Ember, de olyanok is számítanak ebből a szempontból, mint a Sziloviki körébe tartozó Szergei Ivanov, meg hasonlók. És egyszerűen nem, nem lehetett figyelmen kívül hagyniuk, hogy a, plána a krími történtek után felfokozott várakozások mellett, hogy ők majd megvédik a, a dombásziakat, akik a mieink végső soron. De hiába érzékelte Moszkva világosan, hogy a dombászban messze nincs olyan támogatottsága az orosz szerepnek, az orosz megjelenésnek, mint a Krímfélszigeten volt hogy ezt, ezt, nem lehetett már leállítani, nem, nem állhatta ki emögül az ügy mögül, mert akkor gyakorlatilag a, a belső nacionalista ellenzék lett volna az, amelyik azt mondja, hogy ez egy elfogadhatatlan áruló politika. És ezért beleszorultak abba, hogy egyre több támogatást kellett adni, ugye 14 nyarára már gyakorlatilag egy ilyen letagadott módon, de közvetlenül be kellett avatkozni vakáción lévő katonákkal, meg hasonlókkal és, ez, ez, vezetett ahhoz a köztes szakaszához a konfliktusnak, ami onnétól úgy, meg hát főleg miután az intenzívebb szakasz a meg hasonló ütközetek kapcsán lezárult, tehát ugye eltartott 2022-ig, hogy, hogy így volt valami fajta helyzet és valamelyest sikerült ugye ebből a dombászi területből egy kisebb részt biztosítani. De nem voltak benne biztosak, hogy ez így végérvényesen ö, megadja nekik a lehetőséget ezeknek a területeknek a, a megőrzésére. Ö, tehát ö, aggódtak amiatt, hogy, hogy, mi lesz, hogyha az ukrán fél tovább erősödik, ö, nem tudnak közben megállapodásra jutni az ukránokkal. Volt egy reményük, hogy a zelenszky majd simán összejön, mert az Zelenszky az jobban érti az ő érveiket, meg van neki egy erősebb köteléke ugye az orosz kultúrához, meg minden. De hát ez nagyon nem így alakult. Az Elenszkinek olyan politikát folytatnia, amit az ukrán közlemény döntő többsége árulásként élt volna meg, nem, nem volt lehetősége. Uh -huh. És mert nem volt megállapodás, és ugyanakkor látták, hogy az ukrán fél katonailag még erősödhet is közben, ezért már ők igazából aggódtak is, hogy mi lesz ott a, a dombázban az ő területeikkel. Hát hogy miért aggódtak? Hát ott volt a 44 napos háború, Azerbajdzsán, Örményország között az azeriek bemutatták, hogy ezeknek a török drónoknak ugye milyen értéke lehet, ha ugye használják őket. Az oroszok igazából ezt proxikon, tehát helyettesítő szereplőkön keresztül, de úgyhogy egyébként a Wagner csoport jelen volt Líbiában, Líbiában is látták. És akkor jön ez az új időszak, ahol hát mi van, hogyha egyszer ők szembesülnek kész helyzettel, hogy valaki őket lepi meg katonai eszközökkel, Valószínűleg aggódtak emiatt, és Hát aztán sajnos erre a megoldásra jutottak, amit látunk, ami nem megoldás, ez nyilvánvaló, tehát ennek egyelőre nincs egy belátható vége, Igen. hogy ez hová tart. Jutottunk akkor 2022-ig, és itt az adás végén akkor egy-két dolgot még, és lezárjuk a beszélgetést. És ez az, hogy milyen szerepe van például Amerikának és a NATO-nak abban, hogy ez berobbant, ez a konfliktus, tehát a háború egy évvel ezelőtt. És egészen konkrétan arra gondolok, hogy a múlt heti adásunkban arról vitatkoztunk Stír és Rácz Andrással, hogy a, az oroszok által megfogalmazott 15 pontos követelésrendszernek kellett volna tárgyalásra bocsátani NATO-Amerika részéről, vagy jó, hogy visszautosították a részletekbe való tárgyalást, mert eleve az oroszok egy olyan ultimátumot küldtek, ami teljesíthetetlen volt. Te mit képviselsz? De az amerikaiak nem utasították el teljesen azt, amit az oroszok felvetettek. Tehát volt az amerikai visszajelzésben olyan elem, hogy a stratégiai nukleáris fegyverek kérdéséről nagyon fontos tárgyalni, egyeztessünk kinek, mik a biztonsági percepciói. Hát az, ami hagyományosan az ilyen diplomáciának a napirendjét legitim módon képezheti, arról készek voltak tárgyalni. Ami meg most már azt mondhatjuk, hogy ott hosszú ideje meglévő orosz szokás szerint túlment volna ezeken a kereteken. Tehát ami arról szól, hogy ő neki én mondom meg, hogy vele mi lesz, hát arról meg nem akartak tárgyalni. Tehát ez, ez a következetesség. Igen, de következetesség de hibázott -e a NATO. Tart egyszer vége van, csak egyszer Hib tud vége lenni. Hibázott -e a NATO vagy Washington abban, hogy elmente a határig a diplomáciai eszközeivel, vagy már nem hagyták, mert tudták, hogy oroszok elhatározták, hogy. Hát sokan a... azt mondanák, hogy ott hibáztak, hogy nem adtak eleget Ukrajnának. Ezt látni kell. Tehát, uh, ha, hát, ha Ukrajna határozottabban el tudott volna rettenteni egy orosz agressziót, az oroszok nem azt látják, hogy így gramra kiszámolva, meg tartsátok raktárban 2000 km -ra a fronton, meg ilyen logikával érkeznek eszközök, akkor lehet, hogy máshogy gondolkodnak De a saját a, akciójuk esélyei. Az amerikaiak a diplomáciában szerinted elmentek a határig, mindent megtettek, hogy elkerüljék a háborút, vagy nem? Hát olyan értem, hogy figyelmeztettek arra, hogy háború lehet, leghatározottabban, legkorábbtól fogva és abban az értelemben, hogy az ukránok melletti támogatásukról folyamatosan nyilatkoztak, ebbe az megtették, amit tenniük kellett, csak orosz szempontból nem azt számít, hogy ki milyen állásfoglalásokat fogalmaz meg, hanem hogy milyen erő van a másik oldalon. Mm. És, és, tényleg azt is látni kell, én voltam egy ilyen konferencián tavaly, ahol erről filozofáltak sokan, például köztük sokan nyugati szakértők, hogy, hát, hogy az elrettentés politikája miért vallott kudarcot Oroszországgal szemben, mi volt rosszul megfogalmazva a stratégiai dokumentumokban, és hát nem csak a stratégiai dokumentumok vannak, van a magatartás. Tehát én azt látom, hogy a másik az a saját politikájával tiszteletbe tartja az én katonáim életét, akiknek az ott létét én egyébként hivatalosan letagadom, tehát tiszteli az ott nem lévő katonáimat, ilyen értelemben, akkor azt látom, hogy ez óvatos az óvatosság az önmagában egy fontos jelzés. Ugye olyan fázisokban ment végbe az orosz invázió, hogy először gyakorlatilag egy ilyen bejelentés történt, hogy a, a Dombászi régiót, azt Oroszország immár közvetlenül meg fogja védeni a saját katonai erejével, oda bemehet az orosz hadsereg, és ezek után még volt egy pár nap kifutási ideje a dolognak, miután következett az invázió. Most mi volt a reakció arra, amikor az oroszok bejelentették, hogy ezzel már felrúgták a státuszkót a Dombászban, és nem számítanak a minszki megállapodások, most már azokon túllépünk, és közvetlenül gondoskodunk arról, ami szerintünk az érdekünk a Dombászban. Német részről fontos bejelentés történt, felfüggesztették a Nord Stream 2 gázvezeték megvalósíthatósági tanulmányának a folyamatát. Hát szerintem Moszkvában ezen elképzelhető ponton még röhögtek is. Tehát uh, erről az juthatott eszükbe, hogy felfüggesztették a megvalósíthatósági tanulmányozásnak a folyamatát, hogy hát azért, ha nagyon muszáj, ez újra is kezdhető. Szóval még mindig bennük volt a remény, hogyha nagyon gyorsan, ugye, hogy remélték, néhány nap alatt változást tudnak elérni Ukrajnában, akkor uh, a nyugat majd megint eljut oda, hogy jó, jó, de hát gazdaságilag azért csak mégis előre kell menni, meg kell állapodni a végén valahogy lesz ebből Minsk három is, ha arról van szó. Igen, Ez. máshogy lett a világháború, ugye meghiúsult, lett egy elhúzódó háború, amiben beleállt a NATO Amerika, és akkor itt az adás végén az utolsó kérdésem az lenne, aki és egyik vendégse se meg ezt a kérdést, tőled is ezt kérdezem, hogy szerinted akármikor is lesz vége, akárhogy a háborúnak, Ukrajna és Oroszország miben fog gyengülni, illetve erősödni? Hát miben nem fognak gyengülni, szerintem az a kérdés, mert mind a kettőnek a jelenlegi helyzet azért borzalmas károkat okoz. Tehát uh, Ukrajnának nyilván az infrastruktúra rombolása, uh, ezt valakinek egyszer újjá kell építenie, ez külső segítség nélkül nem fog menni. Uh, emberveszteségük is van természetesen, uh, és ki tudja, hogy milyen területveszteséggel jönnek ki ebből a helyzetből. Orosz részről Gyakorlatilag ledarálják a haderejük jelentős részét, hogyha én most ezért nyilván nem fogom túlzottan sajnálni őket, de hát azért az ő szemszögükből gondolkodva meg ennek valahol jelentősége kellene, hogy legyen, hogy biztos, hogy ezt akarják. A, szankcióknak a hatása persze nem egyik napról a másikra érvényesül, meg nem vet véget az orosz gazdaságnak, mint olyannak, de azért meglátszik a hatása. Tehát apadóban vannak a tartalékok, azért nagyon sokan a bőrükön fogják érezni ott a gazdasági problémákat, és erősödni ebből egyikük sem fog hát és Ukrajnát sajnáljuk ezzel kapcsolatban, abban az értelemben, hogy itt azért ők voltak a fél, aki kapta a csapást, ugye, tavaly februárban. Arton Péter, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és nagyon köszönöm az elemzést. Köszönöm a meghívást. És a figyelmet is köszönöm a kedves nézőknek, hallgatóknak. Ez volt a Mandiner Világrend című műsor ezen a héten. Jövő héten folytatjuk viszontlátásra, látásra, viszont Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.